Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbi valaki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax az NB Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez a Parallax is 98. része. Mai műsorunkban egy igaz történeten alapuló életrajzi filmdrámát elemzünk, amely három színes bőrű nő viszontagságait és sikereit mutatja be a Názánál. Képességeik nélkül nem sikerülhetett volna John 1962-es űrutazása, valamint az 1969-es holdra sem. Üdvözlök mindenkit, a mikrofonnál Pécsi Géza. Üdvözlöm beszélgető partnereimet is, először Varkóci Norbi, szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Valamint Vince Miklós, szia Miklós! Sziasztok! Hogy telt a napotok? Hát nézd, pénteki napon vesszük fel ezt a jó kis adást, úgyhogy te munka, munkanap végén járunk, úgyhogy hát kellene. A péntek az mindig jó, ugye van a csütörtök, az a kis péntek, akkor a péntek az már kis szombat, úgyhogy hát, ja, ja, ja. De kemény. De ennek örülök is neked, Miklós. Hát hasonlóképpen, hát én rommá tanítottam az agyamat, de egy tudományos cikkünket elfogadták éppen egy folyóiratban, amire már hónapok óta vártunk, úgyhogy je, yeah, nagyszerű hírek. És nálad, Géza, mi a helyzet? Hát, ennek nagyon örülök. Én tegnap jöttem haza Amsterdamból. Nem mondod? Hát én tegnap előtt jöttem haza Hollandiából. Mikor? Én tegnap előtt jöttem haza Hollandiából. Tegnap Egyszer, előtt? Egyszerre voltunk odakül. De kemény. Hát akkor ezek szerint nehéz, igen. Nehéz. Bigen. Én Eindhovenből hovenből repültem haza, te meg Amsterdamból. Hát igen, ekkora. Há igen, én Amsterdamból voltam. Ha engem is vittetek volna, akkor felvettük volna ott az adást. Ja, Na, hát. ja. Jó, jó, jó. Jó. Na és mit műveltél te ott? Landro Land Rover kettél? Igen, Land Rover kettem, aztán főnökömmel eltöltöttünk egy kellemes estét Amsterdamban, és másnap hazarepültünk. Hát Amsterdamban el lehet tölteni kellemes estéket, ez kétségtelen. Szóval, jó volt. De hát térjünk is rá a filmre, hogyha már ugye hogy ez egy parallax is kibeszélő. Hidden Figures, Számolás joga, 2016-os film kevésszer mondok ilyet, de nekem ez a film nagyon tetszett. Nektek mi volt? Mi így az első benyomás egy-egy szóban? Először Norbit kérdezném. Uh, egy szóban? Tök jó, az már is két szó. Én is két szóban nem. mondtam, tehát um, használsz több szót is. Én, én nem, amikor elsőnek láttam, most újra néztem nyilván a podcast kedvéért, de láttam a bemutatókor is, igen, 2016-ban, én nem számítottam igazából semmire, nem voltak elvárásaim, hogy akkor ez most uh, milyenek is kéne lennie, és uh, amúgy uh, jobb lett. Tehát, hogy gondoltam akkor egy ilyen kis jó kis... Uh, uh, Ugye itt, a, ahogy említetted is, ugye a színesbőrű, és az azonban is a színesbőrű nők uh, alul reprezentáltságát uh, mutatják be a kor viszonyai között, és, és ez a jó kis, um, hát 60-as évekbeli civil, egyen, női, egyenjogúsági, polgárjogi harcok, ahogy, ahogy ott mentek igazából a, az Egyesült Államokba, és ezenből is, nyilván itt a NASA és a NASA köteléken belül, ahogy itt bemutatják, filmként, tehát maga az üzenet, az, azt, én fontosnak gondolom, hogy, hogy ezt is be legyen mutatva, ilyen, ilyen szempontból, de ettől függetlenül is, maga a film amúgy tök jól sikerült. Szóval, hogyha emellett mondjuk a film az, az, nem tudom, rosszul lett volna megírva, vagy rosszul lett volna eljátszva, rendezve, stb., akkor talán nem... Hmm, ekkora figyelmet nem kapott volna, de szerintem ettől hát függetlenül is maga a film is teljesen élvezhető, és sőt, sőt, mi több, tehát ez egy, ez egy baromi jó rosszakott kis film lett. Hát a szívemből beszélsz, és neked Miklós, hogy tetszett? Hát sajnos ugye az a baj, hogy, hogy fáj a szívem egy kicsit, mert emlékeztek, hogy például az Ellen Turing kapcsán elmondtam, amikor néztük a róla szóló filmet, hogy az nekem filmművészeti alkotásként annyira tetszett, hogy, hogy szemet tudtam hújni a fölött, hogy itt-ott nagyon nem akkurátus történetileg. Itt-ott. Mint hogy egyébként mindig szoktam példának mondani, hogy az Amadeuszt is imádom, a Mozart életét feldolgozó filmet, annak ellenére, hogy hát az még talán legalább annyira vagy még jobban sántít, mint a Turing film. És itt még inkább ez a helyzet, tehát filmművészetileg, meg egyébként üzenetileg is egy nagyon jó és fontos film, és jól össze van rakva dramaturgiailag és minden, tökéletes, és abban a pillanatban, amikor néztem, azt gondoltam, hogy bár csak kevesebbet tudnék az űrhajózásról, meg az űrhajózás történetéről, meg konkrétan ezekről az emberekről, mert akkor imádnám, mint hogy nagyon sokan imádják, és tényleg hát egy valódi kultuszfilmé vált ez azóta, tényleg én. És, és tényleg nagyon sokan nekem estek ilyen-olyan ilyen házi bulikba, amikor elmondtam a véleményem erről a filmről, ami tényleg nehéz mondani, mert az az igazság, hogy hogy azon túl, hogy itt a főszereplők valóban létező személyek, olyan mértékű az artistic license, vagyis az elszakadás a történtekről, hogy igazából csak nagyon kevés nyoma van, ami bármilyen szempontból az amúgy valóban érdekes történetekre utal. És egyáltalán nem olyanok sem az emberek viselkedése, sem hogy melyik évtizedben dolgoztak, sem hogy ismerték-e együtt. Tehát, hogy olyan, olyan szinten vannak elcsúsztak, olyan, hogy mit csináltak. Tehát, hogy az a vicc, hogy, hogy, hogy tényleg létező karakterek, akik tényleg nők és tényleg afroamerikaiak voltak, és nagyon fontos volt, hogy készüljön róluk egy film. És azért is sajnálom, mert, mert ez volt a lehetőség arra, és most felteszem, hogy nagyon sokáig nem lesz egy új lehetőség, hogy egy ilyen nagy játékfilm készüljön például az ő életükről. És hát csináltak egy rendkívül szórakoztató, illetve drámai filmet, ami sok mindent jól bemutatom ugye a 60-as évek polgárjogi mozgalmaiból, meg a nők helyzetéből a tudományban, tehát ilyen szempontból egy emblematikus film, de engem rettenetesen zavar, hogy a bármi, amit megtudunk kb. a benne szereplő emberekről, az nem igaz. Tehát, hogy, hogy szinte. És, 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 ez sajnos egy kicsit elszomorít. Szóval ilyenek az érzéseim. És hogyha tehát ettől leszámítva egyébként a film tetszett. Aha, igen. Igen. Ezért mondom, hogy bár csak úgy mondom, bár csak úgy, 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 úgy voltam vele, hogy bár csak ne tudnám, hogy mi. Tehát érted, ez kb. olyan, lehet, hogy ha érted valami Titanic szakértő például, akkor a, a, Titanic című filmen is lekaparnám az arcom, de nem tudom, amúgy, nem tudom. De... Na igen, de ez, és ez, ez, nem tudom, úgy nem tudom veszélyesen, hogy félreértik az emberek, mert ugye itt van egy, 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 fontos üzenet, és ez tök jó, uh -huh. de hogyha mondjuk belekötsz a filmbe, hogy így, meg úgy, meg amúgy nem pontos, akkor nagyon is könnyen félreértik Érthetik, vagy egy kis csúsztatásra, hát akkor itt a Miki itt nem megértő, és hát, de hát, hogy mondhatsz ilyet, amikor ez... De lesz olyan, amikor a Miki balról támad. Na, mert, mert, mert az a helyzet, hogy például ugye van az a teljesen kitalált karakter, az a Stafford nevű fickó, aki, aki a főnökük, hogy van az az ikonikus jelenet, ami full kamu egyébként, mert a NASA-ban egyébként, ma, a NASA jogelődjében már az 50-es évek óta egyébként még a déli államokban sem, mivel a NASA az kormányszervezet és nem helyi állami szervezet, hanem szövetségi hatóság, vagy szövetségi ügynökség, ezért aztán a, a, már mikor a Názát Názának hívták, akkor már rég nem voltak szegregált WC-k, amúgy, de tehát mondom már, itt például egy csúsztatás, hogy ez a NASA esetében konkrétan tíz évvel korábban történhetett volna ilyen, de nem történik, de van a, a, a nagyfőnök fehér ember, aki oda megy, és egy kalapáccsal leveri a, 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 a Toilet feliratot a WC-ről, hogy, azért, hogy itt ez a színe, ugye így hívták annak idején, hogy a színes, a színes bőrű WC, ugye, és akkor ő ezt így leveri, és akkor mit mutat be itt, hogy itt megint itt van egy, 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 egy hős fehér férfi, aki, aki itt megmenti a helyzetet. Tehát ugye megint, ugye látod, itt is látszik, hogy, hogy igazából nem, tud, nem tudnak kiszakadni ezekből a toposzokból, hogy mindig, van egy jó, egy jó fehér ember, aki minden... Igen, az, a, az a hollywoodi gics, azért itt is, itt is be... De igen, de a hollywoodi fehér gics. Ezért mondom, hogy itt balról előzöm ezt a dolgot, mert ha már egy kitaláló szereplő kitalált... De hát, hogyha lett volna ennek a jelenetnek például bármi történelmi alapja, de nem volt. Tehát ezt úgy tényleg, ahogy mondod, ezt megírták, patika mérlegen kiszámolva a hollywoodi profik. És hát... És nem Igen, megnézed a, rön. filmbe, hogy mennyi idő ment el azzal, hogy azt kellett nézni, hogy a Catherine fut a majd jön a vécéről, fut a vécéről, jön a vécéről, tehát Igen. egy 20 perccel kevesebb lenne a film. Semmi nem igaz az egészből. Olyannyira nem, hogy, na mindegy, majd erről, tehát szegény nézők, akik nem látták a filmet, azokat most nagyon bedobtuk a mély vízbe, vagy hallgatóinkat. Podcast spoilereket tartalmaz, tehát ezt, aki, minden, aki ezt meghallgatja, egy ezt hagyjon fel minden szó. Oh, igen. Jó, jó, nem, egy 20 másodpercet töltsük el arról, hogy az van, hogy, hogy a Catherine jackson uh, vagy várjátok, nem akarom összekeverni pontosan, hogy, hogy Catherine melyik. Catherine Johnson Johnson, Igen, Catherine Johnson Mert az jackson egyik, és Mary, a Mary jackson, jackson a másik, igen. így van. És ez konkrétan Catherine Johnsonról, aki, akiről azóta egyébként a, a Goddard Space Flight Centerben egyébként, vagyis nem, a Langley űrközpont, a, a, tehát a NASA egyik kutatóközpontjában, a Langley kutatóközpontban egy épületet, a számítóközpont épületét azóta róla nevezték el 2016-ban. Szóval ő, ő, ő tényleg a, a kézzel és logar létszer számoló számítócsapatnak egy tagja volt, ez, ez eddig színigaz. Ami aztán már egyáltalán nem igaz, hogy, hogy ö, ugye neki azért csesztele folyamatosan a főnöke, például ez az emlegetett, kitalált Stefford nevű karakter, mert hogy ő, ő, neki, amikor pisilni kellett menni, akkor nem csak hogy a női WC-be kellett elmennie, hanem a fekete női wc ami a kutatóközpont túloldalán volt, több egy kilométerrel, vagy egy mérf vagy fél mérfölddel odébb, vagy valami ilyesmi, akkor mindig át kellett oda rohanni, és vissza. Na most Egyrészt, ahogy mondtam, 1949-ben, tehát ez is rosszul mutatja be a film, hogy a film úgy mutatja be, hogy egyrészt ez a három nő a főszereplők bari nők voltak, nem voltak, alig ismerték egymást. Nem egy helyen és nem egy időben dolgoztak. Konkrétan a Catherine Jackson, uh, bocsánat, már megint rosszul mondom, szóval a Catherine Johnson, Johnson <laughs> igen, a Catherine Johnson. Legyen csak már... Catherine. É, legyen csak Catherine, igen, köszi, köszi, köszi. Igen. Szóval hát az a helyzet, hogy ő már akkor ott dolgozott a Názánál, amikor még az nem volt Náza, tehát már az 1950-es években. Tehát az, az, az alaphelyzet, hogy a filmben elmennek ők 1960-ban együtt kocsival szerencsét próbálni és a Názánál dolgozni, az több, sebből is vérzik. Amikor a Názát, mondom, Názának hívták, tehát az 1950-es évek legvégétől, akkor már ott tényleg nem voltak szegregált vécék, mert hogy akkoriban, mint mondtam, hiába egyébként Virginiában történik az eset, ami valóban olyan állam volt, ahol érvényben voltak még, még ilyen szegregációs törvények, de mivel hogy nem az állam felügyelete alatt, hanem a, a kormányzat, tehát a szövetségi kormányzat felügyelete alatt volt a, 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 fri, a Fiatal űrügynökség, azért ott már kezdettől fogva ilyenkor a, a szövetségi törvények voltak érvényesek, és azt kimondta már akkor, hogy, hogy, ilyen szegregáció nem lehet az ilyen intézményekben. Na most ennek ellenére mondom, hogy akkor való, való igaz, hogy a Catherine Johnson már akkor a NASA jogelődjénél, az NACA-nél dolgozott, amikor még voltak szegregált vécék, és akkor itt jön a másik dolog, hogy még a karaktereket sem tartják tiszteletben a filmkészítők, ugyanis Catherine Johnson elmondta, hogy, hogy egyszer valóban. Egyrészt ugye nem vett tudomást az egészről, tehát nem foglalkozott vele, mert csak a cél érdekelte, és amikor volt ilyen, hogy, hogy valóban, amikor még az NACA időkben, tehát az 50-es évek közepén, amikor ő már ott dolgozott, akkor egyszer elment, mert mennie kellett. Természetesen nem szaladt el a színes WC-ig, hanem bement az úgynevezett fehér WC-be, többször is és rendszeresen. Egyetlen egyszer volt olyan, hogy érkezett rá emiatt egy panasz, de abból se lett ügy, hanem ejtették az egészet, mondták, hogy ne hülyeskedjünk már, és mondta, hogy őt aztán abszolút nem érdekelte az egész. Tehát látjátok, hogy, 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 nem csak az, hogy, hogy áthelyezik a, a sztorit máskorra, hanem hogy hollywoodi, hollywoodi jó sztori értel, érdekében még a karakter hozzáállását is teljesen kicserélik, aki még a főszereplője lenne ennek a filmnek. Tehát a, a Catherine Johnson az pontosan az az ember volt, aki azt mondja, hogy menjetek már a picsába. Mert én most nem fogok átszaladni a űrközpont másik végébe azért, hogy pisiljek egyet. Hiszen nekem itt dolgom van. Ő az az ember volt, aki pont ezért pontosan tényleg bement a... a, a... És ugye pont ezt emeli ki a film. Igen. Ugye az elején oda ment volna, és látta, hogy ott kijön egy fehér nő, és akkor inkább oda nem megyek be. Na de, de Norbi, szerinted ez, ez csak a hatás kedvéért tette bele Hollywood? Mert szerintem, oké, az, az egész egyébként arra van felhúzva, hogy tényleg egyébként a, az emberek között nagy különbséget tettek akkoriban. És hogyha kimegyünk ugyanázából, tehát oké, most megtudtuk Mikitől, hogy ilyen nem volt ott viszont van egy olyan jelenet, amikor fölül a buszra. És a busznak a hátsó része az ugye már color, tehát oda csak színesek mm. ülhetnek. Szerintem az akkurátus volt, mert ilyeneket látunk. Igen, 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 és ugye volt uh, talán uh, ivókút is, ivócám, illetve ezt, ezt nagyon sok tankönyv. Igen, tehát volt egy-kettő ilyen. Nekem erről igazából az ugrik be, hogy ez az egész, ez az egész folyamat, és hogy mennyire ilyen, ilyen furcsa, ilyen, ilyen extrém szélsőségek tudnak kialakulni egy társadalman belül is, hogy Egyrészt még, a, még az utcán ö, külön megkülönböztetett ivókútból kell, hogy igyanak, bizonyos bizonyos embertársaik, a másik oldalt, konkrétan meg embert juttatunk az űrbe. Uh -huh. És e, tehát, hogy ilyen szintű és ez, ez nyilván ez nagyon sok rétegű dolog, ez, ez most nem, nem, nem egy olyan ö, 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 dolog, amit amit most meg lehetne könnyen fejteni, de hogy a, maga ez a jelenség mennyire egyrészt érdekes, más szót is lehetne erre használni, de ezt akár igazából a mai nap is nem hogy milyen uff, mesterséges intelligencia, meg, meg nanotechnológiai újdonságok, meg fejlesztések vannak az élvonalban, és ugye az ország másik része, mondjuk egy másik földrészen, meg még most is ö, problémát okoz a napi ivóvíz ellátás. Hogy ilyen szintű ö, szélsőséges különbségek akkor is, most is vannak, és ez mit mond el a, a, a társadalmunkról? A film elején ugye megjelenik James Webb, igazan van? Egy jelenet tényleg. Hát nem akkurátus ez sem, de megjelenik egyébként, igen. Na igen. erre vagyok kíváncsi, hogy... hogy ugye James Webb az, aki mondta, hogy hát az hogy lehet, így soha nem fogunk embert jutatni az űrbe, majd kimegy. Igen. És utána bejön ez a, ez a, másik ember. És egyébként nagyon érdekes, hogy a Jim Parsons a filmben szerepel, ugye ő az agymenőknek a, a főszereplője. Igen, ő a kitalált karakter. Igen, ő, kitalált ő karakter, a nagyon, igen, igen. Hogy akkor mondd már nekünk, Miki, hogy akkor hogy volt ez. Mert ez érdekelne engem is, megszerintem a hallgatókat is. Na, no, de hát én meg nem tudom, hogy mi az az ez. Tehát, hogy most mire gondolsz? Természetesen a film annyira erős hollywoodi license-t mutat, hogy, hogy egyszerűen nem is tudom, hogy ezt hol kezdjem el. Tehát olyan szinten nincs köszönő viszonyban az egész story. James Webb mondhatott ilyet egy. Nem. Nem. Nem, nem. James Webb akkoriban egyébként még egyáltalán nem volt a tűz közelben ilyen értelemben. Ugye akkor még Bob Girruthnak hívták a NASA-nak a, a, az emberesült programjának a vezetőjét, és a James Webb az valamivel később követte, de pont ebben a korai szakaszban, még az első amerikai űrepülések előtt a James Webb az még nem volt ilyen értelemben tűz közelben, bármit mondott is. Viszont még, még, még az előzőre annyiban reflektálnék egy nagyon érdekes szerintem eszmefuttatással, hogy hogy az tényleg nagyon igazad van, hogy az űrközponton kívül nagyon jelen volt a déli államokban a szegregáció, és viszont azt a, a film nem mutatja meg, ezért azt én mondom hozzá, hiszen a film az azért a, a Langley kutatóközpont környékére fókuszál, ami tényleg a nasa a központja volt a Mercury programban. De, de, ugye legalább ilyen fontos volt, a szintén, sőt, még annál is inkább brutálisan déli államban, Alabamában a Marshall űrközpont, ahova egyébként a Werner von Braunékat, akik akiket a náci Németországból szedtek össze, ugye, hogy rakétákat fejlesztenek, őket oda telepítették le, a korabeli humorista, aki uh, humorista, illetve hát humoros dalszerző, Tom Lehrer, aki amúgy matematikus volt, és magáról Werner von Braunról is írt egyébként egy ilyen gúnydalt, uh, ami azóta is népszerű egyébként. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmazi, says Werner von Braun. Uh, szóval, szóval ő mondta, hogy hát szerinte azért oda telepítették a németeket, mert az hasonlított a leginkább a náci Németországra. <laughs> és ott ér, Ú, mert hogy, új, mert új, hogy csak új. ugyanott volt az, hogy, hogy nem házasodhattak egymással. Ugye ne, ve, ne felejtsük el, amit Ellen Turingnál is szóba hoztuk, hogy akkor még simán ment ezekben az államokban egyébként a, 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 hát a kémiai kasztrálás, meg ilyesmi egyébként, és ami természetesen, tehát nagyon durva dolgok történtek egyébként, és valóban hát szegre, szeparáltan kellett utazni a buszon, külön boltokba kellett bemenni, stb. Tehát, hogy, hogy, nagyon más bejáratok, más boltok, tehát teljes mértékben egy, hát egy apartheid állam volt tulajdonképpen Alabama. És azt akarom elmondani, hogy éppen azért, mert oda települt a NASA űrközpont, ahol először volt ilyen, hogy a szövetségi törvények értelmében nem tettek különbséget a fekete meg a fehér munkavállalók között, onnan gyűrűzött ki a polgári polgárjogi mozgalom. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy maga az a tény, hogy a NASA egy csomó déli államba települt, aminek egyébként elsősorban földrajzi okai voltak, hiszen mint tudjátok, minél közelebb vagyunk az egyenlítőhöz, annál eh, hatásos, hatanyabb rakétákat indítani. Ezért nem véletlen, hogy a NASA indítóhelyei, és hát ebből következően, meg az összes azokat ellátó kiszolgáló űrközpont, azok igen nagy arányban a déli államokba települtek, aztán Texasba, ugye Houston, a, a abba Hansfield, stb. stb. Tehát lehet megnézni a térképen, hogy hol vannak a NASA űrközpontja, és ilyen értelemben az űrprogramnak egy tök jótékony hatása volt arra, hogy a brutális uh, szegregációs dolgokon egy kicsit ott bomlasszák, tehát az emberek rájöttek, hogy na, hát ha ott tudunk együtt dolgozni, akkor a Názán kívül is lehet. És a történészek vizsgálták, hogy ennek egy kimutatható hatása van. Ja, a, a, a filmmel kapcsolatban meg hát amit kérdezel, hogy ott mi a baj, ugye az a, hát szerintem a leg, legszörnyűbb az egészben tudományos szempontból, azon túl, hogy tényleg, hogy a karaktereket eltorzítják, de hát az nem tudományos szempont. A tudományos szemponttal az a baj, hogy nyilván nem lehet látványosan bemutatni, hogy ezek az emberek mit csináltak. Mert hát például... Például a Catherine Johnson ő, matematikus volt, aki egyébként egy számoló lányként kezdte, amiket egyébként talán az Oppenheimer film kapcsán is emlegettünk, hogy Los Alamosban is volt rengeteg ilyen, ala, lényegében egy élő kompjúter, tehát akkoriban az, hogy kompjúter az nem egy eszköz volt, hanem egy foglalkozás, ugye szobákban ültek a, a fiatal lányok, akik számításokat végeztek, és hát igazából egy algoritmizált részfeladatokra lebontva a, a számításokat úgy megkapták, és így aztán párhuzamosítva, tulajdonképpen párhuzamos processzorokként tudtak dolgozni a lányok, hogyha egymásnak átadták a részeredményeket, meg ilyesmi, és ilyen módon sokkal gyorsabban tudták elvégezni a számításokat, mint hogyha egy ember csinálta volna természetesen. Szóval ez volt az eredeti munkájuk, és aztán innen, és egyébként erre nagy előszeretettel vettek föl lányokat, és feketéket is, mert hát a NASA az egy izé egy állami kormányhivatal, nyilván a lehető legkevesebbet akarja fizetni. Hát kiknek lehet keveset fizetni? A fiatal lányoknak, akik ráadásul meg feketék is, hát akkor még kevesebbel is beérik, úgymond. Tehát ez volt akkoriban a realitás. Úgyhogy tényleg. Egyébként a film azt mutatja, ez is egy, 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 egy csúsztatás hogy volt külön fekete és fehér számoló csoport. Tehát láttunk fehér számoló lányokat, ez is már akkor össze lett vonva a kettő, amikor a NASA náza lett. Tehát amikor a Mercury programot előkészítették, akkor már ez rég nem volt így. Na de hogy az a baj, hogy, hogy, hogy nem tudják egyszerűen bemutatni azt, hogy ezeknek az embereknek mi volt a feladata, mert az nem látványos. És akkor explicit hülyeségeket találnak ki például, hogy magának a Catherine Johnsonnak kellett úgymond rájönnie arra, hogy a Red Store rakétával nem lehet följutni földkörüli pályára, és akkor ő fogja magát, és kiszámolja a Konstantin Ciarkovszki könyvéből a 20. század legeleje óta ismert képlet segítségével, hogy a Reston rakéta nem fogja elérni azt a sebességet, hogy földkörüli pályára álljon, hanem az Atlas rakéta kell hozzá, amire ez a rengeteg fehér inges, logarléces, ö, ö, izé, fehér férfi, a, akik évek óta dolgoznak a problémán, nem jöttek rá. Na most ez olyan szintű marhaság, és kb. ez a filmnek az egyik központi jelenete, amikor ő ezt hús kiszámolja. Természetesen az emberek nem voltak hülyék, tehát eleve pontosan azért tervezték a Reston rakétás repüléseket, hogy az nem menjen föld, föld pályára, és fogva azért terveztek az Atlasz rakétás repüléseket, hogy az fölmenjen fölküli pályára. Ez az egész sztori, hogy a nő így erre rájön, és megmutatja nekik, hogy hát azért nem tudtok feljutni fölküli pályára, ha nem használtok elég nagy rakétát. Ez olyan szintű nonsens, hogy látszik, hogy ennek csak az a funkciója, hogy legyen valami action, mert önmagában nem elég izgalmas, amit ezek az emberek számolnak, mármint Hollywood számára. <gül> <gül> Akkor ilyen szempontból, tehát, hogy a szentesíti az eszközt, akkor kicsit nem is kicsit túlzásba esnek a drámai hatásfokozásáért, ilyen eszközökhöz nyúlnak, megmásítják meg a valóságot, csak hogy, csak hogy mindenkinek átüssön az üzenet, és akkor, hogy hát átment, itt nem, akkor így, Ugye itt ez, ez esetben na, okay. az az üzenet, hogy ez a nő nagyon fontos munkát végzett, ami szín igaz, csak hát azt nem lehet érzékletesen bemutatni, hogy valaki nagyon jól kiszámolta egy űrhajó pályáját uh -huh. és utána az tökéletesen működött is. Ebben nincs az a drámafaktor, úgyhogy valamit kreálni kellett, mondom, ez hollywoodi szempontból teljesen érthető, én se tudnám, hogy megrendezni, érted? Tehát... Kitörik a ceruzát, hegyel kell rohannod a ceruza hegyezőhöz. Igen. S, nem tudom. Igen, igen, hát igen, ennél azért több kell. azt akartam kérdezni, hogy, hogy ugye ez a film, ez egy ez egy hasonló nevű könyvön alapul. Esetleg Norbita, olvastad már ezt a könyvet? Nem, sajnos nem, nem volt lehetőségem olvasni, de igen, és, és az ide vonatkozó Wikipédia cikket én is át, átnyálasztam, és és láttam, hogy hasonló, nem, ugyanazon, ugyanazon azonos címen futó könyv adaptációra írták át. Azt nem tudom megmondani, hogy a könyvhöz képest mennyire hű a filmadaptáció. Kicsit most olyan érzésem van, mint az Oppenheimernél, hogy az a film nekem nem tetszett, Miki nagyon, nagyon Mikinek nagyon tetszett, viszont sokkal jobban a reality mutatta be. Ez a film nekem tetszett, nekem ugyanúgy az Ellen turing film is tetszett, viszont De kiderül, nekem is hogy... tetszik a film, mint film, érted? Szóval érted, csak... Hát ezt mondtam is, csak hogy bár kitalált karakterek lennének egy kitalált űrprogramban, tök ugyanezzel a sztorival, és akkor lenyalnám mind a tíz ujjal. Ezt nem lehet eladni úgy, hogy igaz történet alapján, és hogyha igaz történet... Tehát ez azért dob a filmen, ez egy pár százmilliót rádobott a, a büdzsére szerintem, egy igaz történet. Én, én, értelek amúgy mind a kettőtöket, hogyha mondjuk ezt dokumentumfilmként prezentálják, és kihagyják azokat a pontatlanságokat, amiket Miki említett, akkor az úgy teljesen rendben van. De viszont... E egy, egy ilyen dokumentumfilmnek meg biztos, hogy nincs akkor ha elérése. Hajnén. Szembe kezdve Mint azzal, egy hogy én... ezek a nők nem ismerték rendesen egymást. Tehát nem, nem egy időben, nem egy hát helyen persze, dolgoztak. hát akkor teljesen más lett volna a Kért felépítése. Tehát, mi... Igen, 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 de akkor meg fix, hogy nem ült el ekkora közönséghez a film. És, és még ha nem is pontosan, de nem ismeri meg ennyi ember. Vagy van egy eh, másik eset. Például ott van, a, 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 ugye, a akiről a egyébként a legkevesebb szó van, hát szó, vagy egy a legkevesebben látjuk a filmben, aki a, 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 a dolgozik a szélcsatornában Mary Jackson. Ő, ő a vele kapcsolatban például látunk egy olyan jelenetet a filmben, hogy ő jelentkezik egy egy szegregált egyetemre, ahova nem járhatnak feketék és vagy nők, és e, neki a bíróságra kell menni azért, hogy járhasson az egyetemre. Ez nem igaz. Tehát, hogy konkrétan megnézed a nőnek a történetét, akkor egyértelműen kiderül, hogy valóban egy szegregált intézetbe jelentkezett, de az egyetem vezetése azonnal különleges engedéllyel biztosította számára, hogy beülhessen az amúgy kizárólag fehér férfiak által látogatott kurzusokra. Tehát a filmben van erről egy izé, egy jogi lépés, elmegy a bíróságra, meg ilyen nagy izé, semmi ilyesmire nem kerül sor. Ettől még Hát meg van azért egy fantasztikus beszéd is, hogy elmondja, igen, hogy a holdra is, igen. vagy az űrbe is úgy lép ki egy ember. Most én akarok azni, tehát te az, ezeket igen, érzed, de első. Igen. tehát ez, ez a filmben ugyanaz, mint amit a, amikor leveri a budiról a feliratot, az is, az is olyan, hogy azért ott már egy hogy... Igen. Jó, oké, ne, már jó, jó, de hát ez a cél, de tehát még, itt látszik az, hogy is... a film sokkal inkább szól a mai világról és a mai világhoz, mint arról a korszakról, amiben játszódik, és ami a, és, itt, itt, és engem zavar, mert én tényleg szeretem ezeknek a, a, a mérnököknek a munkásságát, és tényleg megérdemeltek volna egy filmet, és amúgy egyébként a Catherine Johnson volt az egyetlen a hármuk közül, aki megélte a film bemutatóját, de ő sem kommentelte soha, nyilván azért, mert ő is érezte, hogy egy fontos társadalmi célokat szolgáló, ö, szinte propaganda filmről van szó, ami azonban egyáltalán nem valóságos. Például itt ez a bírósági jelenet. Nyilvánvaló rengeteg emberrel előfordult a korabeli Amerikába. Ugye gondoljátok bele az alabami egyet, egyetemen, ahol a valaszt lelőtték, ugye annak idején, 68-ban, vagy mikor. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy ez egy nagyon fontos probléma volt, hogy nem mehetnek be az egyetemekre a feketék, és, és, és tök jó volt, hogy ezt megmutatták a filmben, csak pont egy, mert, mert tényleg valószínűleg ez egy teljesen általános jelenség volt természetesen. Csak pontosan annak azzal az emberrel, akiről szól a film, azzal ez nem történt meg. Tehát, hogy innentől kezdve, ne. Yeah. <laughs> Tehát jó is, mert tényleg, tehát valószínűleg ez a igazat mond, de ne csak a valódi típusú duma, tehát a társadalmat végül is helyesen mutatja be azzal, hogy csupa olyasmi sztorikat mutat be, amik amúgy ezekkel az emberekkel viszont nem történtek meg. Szóval, hát... Én ebből a szempontból amúgy azért nem is tudok, azért annyira az ilyen pontatlanságnak nem tudok rá haragudni, mert ahogy mondtad, is megtörtént, lehet nem pont hát vele, igen. meg nem pont az, de hogy ez egy teljesen jellemző. Igen, de erre mondom, hogy akkor ne hívják Mary Jacksonnak, hanem adjanak neki valami más nevet, és akkor jó. És akkor lehet mondani, hogy ezen meg ezen emberek által volt inspirálva a sztori, meg ezernyi más. Igen, ez, ezt én értem, csak hogy akkor megint ott tartunk, hogy akkor ne legyen... Ketrina neve, ne dolgozzon a Názenál, és Aha. akkor így, ahogy mondtam. jönnek legyen fekete jönnek le, így a 20 millió, 20, millió, 20 millió dollárok így jönnek le a bevételből. Értem. A filmnél, figyelj, és akkor ezt én értem. Épp, hogy... Értem. Meg azt is értem, hogy abszolút jogos igény van arra, hogy hősöket kell teremteni, meg példaképeket. Én azért haragszom egy picit, annak ellenére, hogy jó a film, mert ezek a nők önmagukban a hősök, és önmagukban példaképek. És akkor is, hogyha nem kell hozzá ilyen izé, szent László király legendár, legendái jellegű hőskölteményeket hozzátölteni, hogy hogy nyílt meg a föld, amikor oda csapott meg. Mit tudom én, érted? Tehát, hogy... Tehát, hogy ez, ez tehát tényleg ez ugyanaz a sztori, nem? Mint ami ezer évvel ezelőtt ment arról, hogy valakit szenték kell lavatni, és akkor gyorsan rittyentettek köré egy óriási legendáriumot, amiben ilyen sztorik voltak, hogy oda, oda, vágta a fejszét, és akkor kinyílt a tordai hasadék, mit tudom én. Tehát érted, szóval... de, most, de most ettől függetlenül, tehát most függetlenedjünk el ettől az egésztől. Most, hogyha csak nem a názánál lennénk, de egy színesbérű nő lenne, és mondjuk egy... Akkor most mondom azt, hogy az 1960-as években, mit tudom egy General Motors, vagy vala, valami ilyennek a, 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 a mérnöki részlegére egy színesbérű nő jönne be számításokat végezni. Szerintetek? Várjál, Detroit az egy északi államban, Michiganben van. Azért. Tehát mondjuk úgy, hogy... hogy, hogy... <laughs> Mert a General Motors. Igen, mo fontos az, hogy hol. De Igen. szerintem kevés, kevés autóipari céget tudsz mondani, hogy Jó, hát ezért lapult, mondom, de tehát... csak kötözködök, nyilván. Azért mondom, hogy a film az igazat mondja ilyen értelemben. Tehát, ha kép, tágabb képet nézzük, akkor bizonyos értelemben tűpontos, szerintem. Nyilván nem voltam ott, de én el tudom képzelni, hogy mindezek a sztorik, hogy mondtátok, és megtörténtek valakikkel. Nem ott, nem úgy. De a WC problémát is simán el tudom képzelni, hogy megtörtént valakinek a nagymamájával, aki a forgatókönyvet írta, az izét is, a, a bíróság jelenetet. Azt tudom, hogy megtörtént sokakkal. Tehát, hogy igen, abszolút. abszolút. Csak ez a mindent is beleteszünk a filmbe, típusú. De jó, jó lett, tehát nem, nem lóg ki a lóláb, érted? Igen, igen, aranyos, igen. Lett, aranyos lett szerintem a film, mindig Kőgeri szokta ezt mondani. Nem akarom, hogy aranyos. ez legyen a kicsengése. Tehát ez tényleg egy jó film, jó film, és, és szerintem megérdemelték volna ezek a nők, hogy tényleg róluk szóló film legyen, de mindegy, ha minden nem lehet. <laughs> Rá, ráadásul Katherine Johnson ő, ugye 2015-ben meg is kapta az elnöki, el, elnöki medált, kapott a Obama elnöksége Szabadság alatt, és basszus, nagyon-nagyon szép kort, ő, ő 2020-ban 2020 húnyt el, há három éve. Baszus, Nehogy már a Covid-ban. A 21-ben, de hát 101 Fantasztikus, tényleg. Most őszintén szólva róla mindenképp beszélnünk kell. Tehát most oké, okay, mert ugye oké, okay, hogy azt mondtuk, hogy ez egy kibeszélő, de most beszéljünk akkor, hogy ténylegesen mit csináltak ezek az emberek. Tehát konkrétan ő volt az, aki az első amerikai űrrepülésekre, nem csak a dzsonglerre, hanem azelőtt is az űrugrásra, amikből kettő volt, ellen Shepard és Gus Grissom két 15 perces űrrepülést végrehajtottak már 1961-ben, ő számolta ki ezeknek a pályáját, ami egy parabola pálya, de azért annyira nem egyszerű a matematikai probléma, mint amit gimiben megtanulunk, hogy egy ferdehajítás, mert ugye ott van a légkör. Tehát az a parabola sem igazán parabola, hanem ezek ilyen ballisztikus pályaívek, mert ugye van egy gyorsító, egy rakét, ami folyamatosan gyorsul, és közben csökken a tömege is, mert hogy fogy az üzemanyag, tehát gyorsulva gyorsul, tehát nem, és közben a légellen, levegő meg ritkul, ahogy megy fölfele, meg minden. Tehát azért nem egy trivialis kérdés, és tényleg kellett pontosan tudni, hogy ez hova fog leesni. És a csoportot, ami ezt csinálta, ezt az Analysis and Computation division ezt ő vezette, és aztán ő volt az egy első, első színesbőrű, és az első nő, aki ennek a vezetője lett egyébként és tényleg alapvető szerepe volt a pályaszámításokban, és az meg egészen csodálatos, amit szintén nagyon jól megjelenik a filmben, a Doroti Von, aki konkrétan már az NAC időben az első fekete számítási csoportvezető volt, akiről, azt is nagy, akiről azt viszont helyesen mutatja be a film, mármint azt az egy elemét a sztorinak, hogy, hogy ő észrevette, hogy ahogy jönnek a számítógépek, ugye, azok ki fogják szorítani a számító nőket, és ez így is történt. Úgyhogy ő volt az, aki elkezdte a, az amúgy, amúgy, még egyszer már össze volt, tehát integrált csoportot vezetett ő, mert akkor már nem volt szegregáció, amikor ő csoportvezető volt, tehát fehérek és feketék is voltak az ő csoportjában, akik a, ugye kézzel papíron számoltak, meg logarléce, de ő az elsők között vette észre, hogy, 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 hoppá, hát jönnek a számítógépek, és hogyha nem akarjuk, hogy megszűnjön a munkánk, akkor meg kell tanulnunk programozni. Úgyhogy... Bocs, hogy félbeszakítalak, de amúgy szerintem ez ami nagyon fontos, mert, mert nyilván utólag mármány történelmi távolságból ezt szemlélve, persze azt mondja az ember, hogy ja, hát, természetes, hát jöttek a számítógépek, de ez, ez, mindig csak utólag ennyire természetes, akármilyen ö, aktuális, nem tudom, folyamatot nézzünk, Azért ilyenkor nem nagyon lehet biztosan mondani, hogy mi lesz, hogy mi lesz egy pár év múlva. És ott is akkor ezt felismerni, hogy igen, Bizony. ez kell ahhoz, hogy megtartsák a munkájukat, és hogy programozni, azt megtanítja a, 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 a kollégáit is. Ez, 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 ez egy hatalmas kérdés. Az elsők között tanulta meg a nő a Fortran nyelvet, és aztán elkezdte megtanítani a kollégáit, hogy hogyan kell használni. És ezzel, hogy a beosztottja ilyen irányú átképzésben részesültek, ez lényegében át. Mentette őket az olyan későbbi NASA programok számára, ahol már nem volt szükség ilyen kézi számítókra, annál nagyobb szükség volt olyanokra, akik tudják kezelni, meg lyukkártyákon programozni ezeket a bődületes nagy ö, izéket. Például a filmben is megjelenő IBM na, na és akkor, ezt, a, ezt az IBM, erről szeretnének kérdezni, ugye a film végén is az van, hogy tulajdonképpen az IBM kiszámolja a koordinátákat, de behívják Ketrint, hogy leellenőrizze. Tehát, hogy ez reális? Nézd, úgy, annyiból reális egyébként, hogy az 50-es, 60-as években, ez Magyarországon is tudom, mert a, a, ő ugyan nem fekete, de nő és úttörő, az e, én nagy, személyesen és közelről és jól ismerem és imádom Illés Erzsébetet, aki arról nevezetes, hogy az első magyar űrkutató nő, és az első olyan nő, aki még a 50-es évek végén, 60-as évek elején elkezdett űrkutatásra foglalkozni, és ugyancsak az első nők és, és első csillagászok között van az egész országban, aki elsőként használt számítógépet, és aki megtanult programozni. Annak idején amúgy nem volt olyan nagy presztízse a programozóknak, ő ilyen Ural 2, meg ilyen, ilyen brutális monstrumokat programoztak, de az olyan hasonló technikai szintet képvisel, mint a filmben is látható IBM 7090 DPS szuperszámítógép. Na, és amit mondani akarok, hogy akkoriban teljesen standard procedúra volt, hogy hogy kézzel is ellenőrizni kell a gép számításait. Most nyilván nem lehetett olyan pontossággal ellenőrizni, de a, ugye tudni kellett, hogy a, a, ugye a programot eleve úgy írták, hogy lyukakat kellett lyugatni ilyen, ilyen kis lyukkártyákba, vagy lyukszalagokba, és ezt beadni a gépbe. Az meg kiköpött valami eredményt. Tehát maga a debuggolás, az nem úgy ment, mint napjainkban, hogy izé, hogy kiírta írt, ki a compiler, hogy hello, ott valami syntax error van, vagy izé hanem valami lefutott, és valami kijött, de lehet, hogy ez egy irdatlan nagy baromság volt, és ezt nem lehetett máshonnan tudni. De ezért nyilván nem a pontos számítás, de nagyon fontos volt, azt mesélte nekem Illés Erzsébet, meg kellett becsülni mindig, hogy legalább egy nagyságrendi becslés tudjon az ember adni, hogy nagyjából mekkora érték várható és hogyha valami tök más jött ki, akkor lehet tudni, hogy az el van cseszve. És ez standard procedúra volt, hogy, ezt, hogy, hogy, ilyen értelemben bizony ö, papírral és, 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 szeruzával, meg logarlétszav ellenőrizték a dolgokat, igen. Most eszembe jutott az egyetemen, amikor voltak ilyen beadandók, és ott is volt, hogy ellenőrizni lehetett az, e az eredményt. És akkor mindig, amikor fél napot dolgoztam a beadványra, beírtam, és már így fél szemmel néztem, rámentem, hogy ellenőrzés, és akkor mindig tök más jött ki, mint aminek kellett volna. <laughs> Na és igen, hát ez nyilván mugszalás. náluk is standard, standard érmény volt. Vagy hogyha megakadt, érted, most, hogyha megakadt egy ilyen programfutás, mert beszorult az egyik lyukkártya, meg minden, vagy kiégett az egyik elektroncső, és akkor azt cserélni kellett. Tehát hogy azért ez az, 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 az nem úgy ment azért, mint napjainkban, és ugye a Názánál meg látható is, hogy mondjuk id, id, időjárás rossz, és akkor mondjuk, mit tudom ilyen, öt órával el kell tolni a startot. És akkor megint nyilván közben elfordul a Föld, meg mit tudom én, min, és akkor nyilván újra és újra le kellett mindig futtatni a dolgokat, és hát azért... Igen, szóval ez azért kemény dolog volt, és ez tök jól be volna mutatni szerintem a filmben, de hát valamelyest sikerült. Hát egy de az részben azért... sikerült szerintem. de ja. Igen, igen. A, fi a hangulatát valószínűleg sikerült. Azért az se, az se semmi. A hangulatát szerintem jól meg sikerült ragadni. Hogy azért milyen kőkemény és fontos melóment ezekben az alaksori számítószobákban. Hát még igen. ez a folyamatos stressz határidő. Igen, így van, így van. Szerintem ez tök jó. Amikor, hogy amire elkészül egy dokumentum az adatokkal, addigra már elavultá válik, és mehetsz vissza, és számolhatod újra. Szerintem ez például tök jó. Tök jó látszik a filmben. Úgyhogy ez egy plusz pont mindenképp. Na igen, de hát akkor ugye tovább, mert megállítottalak téged ott, hogy IBM, meg számítógép, és rájött ugye ez a hölgy, hogy programozni kell tudni. És ezzel átmentette egy csomó embert. Igen. A, Na, tehát a, so, sokakat kirúgtak, akik nem tudtak amúgy programozni. programot most ugye van egy ominózus jelenet a filmben, amikor a űrhajósokat bemutatják, és akkor John, azt hiszem John Glenn direkt hozzájuk megy oda, és akkor is visszatartják, hogy nem menjél, -e oda, oda megy és kezet fog velük ezzel kapcsolatban. Ö, jó, akkor figyelj, nekem semmilyen ö, ö, fix nincs, hogy ez, hogy ez a való életben hogy működhetett. Ez most egy teljesen egy ilyen most... Ö, ö, nem tudom, mennyire légből kapod, de szerintem ezek az űrhajósok azért félig meddig ilyen, ilyen, ilyen and roll sztárok voltak azért ott akkoriban, a Mercury hetek és ott az elején. És hát szerintem ott csak... Nem tudom, be akartak vágódni, meg meglátott, nem tudom, néhány szép nőt, tehát persze, hogy oda megy, készül néhány fotó, tehát ugyanannyira azért, azért a külvilág felé is ezt azért el kellett adni, és, 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 és ők szerintem ebben ebbe nagyon, nagyon ügyesek voltak akkor, de aztán lehet, hogy nem így van. De... És a John Glenn meg főleg a legügyesebb volt. Tehát a John Glenn volt mindig is a nagy dumás, meg nem véletlen, hogy belőle lett nem hogy politikus, hanem elnök jelölt jelölt. Szenátor lett. Ugye? Tehát a John Glenn, ja, szenátor így van, tehát ohályói szenátor lett, és aztán onnan is menj nyugdíjba. Aztán meg 77 évesen fölment még egyszer az űrbe, tehát volt azért a csávóban kurázsi. De a lényeg, hogy, hogy, hogy ő abszolút, ő... ez tipikus klasszikus John Glenn, és abban is igazat mond a film, hogy a, hogy a John Glen az fontosnak tartotta a számítók munkáját, és konkrétan a Catherine Johnson-t, hogy számolja át a dolgokat. Az persze megint szét van Hollywoodozva, hogy a John Glen csak akkor hajlandó beszállni a rakétába, hogy a telefonon odaszól az irányító központba, hogy számolt a sátok át a lányjal, különben De az belenemül... áll, állásról nem. még visszarohan Igen, igen, <haz> szóval ez, nem, nem, nem. De ennek is van valami, ennek legalább van valami valóság magja, tehát tényleg igaz, hogy a John Glen hogy le, kiszámították az utcát, de tényleg kérte a John Glenn, hogy mindenképpen, mindenképpen konkrétan a, Catherine Johnson ellenőrizze a számokat, és ez így is történt. Igen, jó, ez is a, a, a nyomásfokozás a fokozás a filmben, hogy már látjuk, hogy már megy fel a lépcső, már csak egy lépcsőfok van, és még mindig nincs kéz, de már nagyon ír. Hát ezek, ezek, ilyen nagyon... Hát tehát ez az, amit bele kellett tenni, mert az, hogy valaki számol, és kijön az eredményes minden fasza, abban nincsen drámafaktor, már pedig ez történt. Úgy érzem, a készítők túl függetlenség napját néztek <laughs> meg. Inkább Armageddon-t, Armageddon-t. Armageddon ja, ja, ja. Hát igen. Tehát elég ritkán fordul elő, hogy érted a számító, hú, basszus, ez egy elszámolta, és akkor becsapódik, és, és felrobban. Pedig ez benne van, csak ezek az emberek annyira jól végezték a munkájukat, hogy nem fordult elő. Ez a durva. Értitek? Tehát, hogy azért lett volna ebben drámafaktor, ha mondjuk elszámolja egy kettes faktorral, érted? És akkor töm, én, nem lepattan a légkörről a John Glenn, mert rossz hát de ezt is, el, is azért a végén eldramatizálják, e, tehát, hogy... tehát, ott mindenki ül, és akkor Uramisten egy ideig nem szólal meg, ja, igen. és akkor már mindenki más sírva fakad, és akkor can you, can you hear us? Yes, loud and clear. És akkor, ha ide jó újra. Igen. Tehát, Amúgy ennél drámaibb dolog történt a következő repülésnél, a második amerikai földkörüli úton, az nem John Glenn volt, hanem Scott Carpenter, a, ott egészen egyszerűen talán két óráig nem tudták, hogy é, túlélte a visszatérést a csávó, mert kicsit elcsúszott az ütemtervel, és hát majdnem egy perccel később, de minden esetre sok másodperccel később indította be a fékező hajtóművet az ember. És ugye egy másodperc alatt 8 kilométert odébb megy egy cuca föld körüli pályán, tehát ha mondjuk valaki bealszik mondjuk egy percet, mondjuk, és később nyomja meg, akkor azt ki lehet számolni, hogy az hány száz rel vagy hát odébb érkezik le. És konkrétan ez történt a második csehval. Tehát, hogy konkrétan bemondták a tévében, ott könnyek között mondta a Walter Cronkite, a korabeli sztárriporter, hogy attól tartok, elvesztettünk egy űrhajóst. De ez nem a Jonglennél volt, hanem egyel később, és, és természetesen ott sem a számító lányokon múlt a dolog, hanem maga az űrhajós volt. Az, a, nem, a nem a tervezésen, nem a kivitelezésen. <laughs> Így van, nem is repült többször a csávó, ezt hozzátartozik a sztorihoz. Igen. Hát. igen, na most már a sima verziónak a végéhez közeledünk, ezért megkérdezném a fantasztikus kérdésemet, hogy mennyire értékelnétek a filmet, Norbi? Hmm, jó kérdés, jó kérdés. Most azon gondolkozok, hogy ö, ilyen hasonló hasonló ö, témájú filmekhez képes, hova tudnám tenni, de múgy, ez az igazság, hogy oké, okay, oké, okay, sok filmet láttunk ebből az időszakból, ö, ami, ami az űrkutatással, az űrversennyel foglalkozik, de, de azért ilyen szemszögből, tehát, hogy itt a a, ennyi a rasszizmus, meg, meg, a, meg a szexizmus kérdése is így lenne, lenne így prezentálva. Ebből azért nem volt túl sok, úgyhogy én nem is tudom. Szerintem én adnék rá valami egy erős, erős hét, egy erős hetest. Köszönjük, Miki. Én is, én is, én, 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 én majdnem nyolcat is adtam volna, pont ezért. Tehát, hogy most úgy tűnt, hogy szörös szívű vagyok a filmmel, de igazából még egyszer, a film egy fontos film, a filmnek az üzenete helyes, alapvetően jól mutatja be a társadalmat. Nagyon régóta vártam egy ilyen, hogy mondják ezt a Star trek hogy egy ilyen, ilyen below the decks sorozat, tehát amikor konkrétan nem a, azt látjuk, akiket mindig látunk a filmekben, az űrhajósokat, meg a főrepülés irányítókat, hanem azt a rengeteg, rengeteg mérnököt és, és, és egyéb matematikus, mit tudom én, akiknek a munkássága elengedhetetlen. Végre volt egy film, amiben ők a főszereplők és tényleg megmutatni, a nő, hogy nőként és feketeként, tehát egy duplán hátrányos helyzetben. Hogy lehet mégis nagy dolgokat véghez vinni a 60-as évek Amerikájában. Szerintem nagyon fontos, hogy létezik egy ilyen film, és egy nagyon jó film, mint film. Az egyetlen ok, ami miatt nem adok neki tizet, az az, amiről végig beszéltem, hogy hát sajnos azért na, szóval ne ebből tanuljunk űrkutatni. <laughs> Meg az életrajzukat se ebből próbáljuk rekonstruálni a szereplőknek, mert nagyon csúnyán mellé lövünk. Igen. Na, de Géza, te mit gondolsz? Hát ezt te se tarts magadban. Hát, amit mondtam, nekem nagyon tetszett a film, tehát én vártam is, hogy kiveszéljük, mert akkor meg tudom, hogy most mennyire akkurátus ez történelmileg. Én egy nyolcast adnék neki, mert nekem amúgy tetszett. Tehát, úgy, úgy azért mutatott részleteket is, tehát ami nekem az Oppenheimerből hiányzott, hogy, hogy nagyon, nagyon keveset foglalkozott az igazán a lényel, és inkább ment rá ilyen ilyen, ilyen uh, számomra értelmetlen beszélgetésekkel. Ez egy kicsit, kicsit, úgy, úgy, úgy eseménydúsabb volt. És szerintem egy filmbe kellenek ezek a kicsi, szisztematikus ilyen, uh, ilyen uh, húzások, amikor húzzák a filmnézőt, hogy na most már csak három lépés, és még mindig nincs kiszámolva. Szerintem mm -hmm. ez kell, mert ettől izgalmas egy film. Igazad van. Ettől izgalmas egy film. Viszont uh, még ugye nem beszéltünk, beszéltünk ugye Catherine Johnsonról, Mary Jacksonról, de ugye a harmadik pedig Dorothy Wogan. Ne, Hát, szóba ejtettük a Fortran programozás kapcsán, meg hogy az első fekete csoportvezető lett, ugye? Tehát azért említeni, igen, csak említettük. Viszont a film, film azért, azért nagyon sokat nem foglalkozik vele, tehát most oké, okay, egy pár szól megjelenik, hogy ő ott a West Computing Unitnak a feje, meg ugye a legvégén, hogy akkor ő, ő ad embereket, mm -hmm. amikor ugye átmennek hozzá kérni, de Azért ez a film szerintem, valljuk egy hogy Catherine-ről szól leginkább. Mary Jackson is nagyon kevésszer jelenik meg, tehát abszolút Catherine fókuszú, és valószínűleg azért, mert tényleg ő volt a legközelebb a tűzhöz a mercury -ban. Tehát ő volt az, aki tényleg az űrhajóknak a pályáját számolta, Ugye a számítóközpontban a világon mindenféle számoltak, tehát a számítóközpont az az volt, hogy az egész Langley kutató kutatóközpontban, ahol egyébként nem csak, nem csak, a Space Task, Group, Space Task Group működött, tehát az űr, űr feladatcsoport, hanem, hanem csomó más légügyi ilyen, izé, a aerodinamikai problémák. Tehát, hogy kb. mindenki, tehát ez egy szolgáltató csoport volt az intézményen belül, mindenki, akinek számításokat kellett elvégeznie, az elküldte nekik. És ők ezt megcsinálták, függetlenül attól, hogy. Tehát nem is kellett tudniuk valójában, hogy ők igazából mit vagy mihez számolnak, minthogy a matematikusnak se kell tudnia, hogy mi a fizikai háttér, itt van egy egyenlet, old meg. Tehát, hogy egy kb. ez volt. Ja. É, igen, szóval igen, és, és, és ugyanez érvényes egy kicsit a, a, a Mary Jacksonra is, aki, aki szintén egy univerzális szakember volt a Lengli Központ szélcsatornájában. Nem csak a Merkuri űrhajókhoz dolgozott be, sőt, elsősorban nem, hanem repülőgépek ennek az áramlástani vizsgálatából is, tehát azt úgy nehéz, nehéz lett volna úgy még azt is beilleszteni a filmbe, azt már végképp nem értette volna senki. És <laughs> <laughs> ráadásul ugye nem elég, hogy a, a film ugye három főszereplők között próbál ingázni, attól függetlenül persze, hogy Catherine Johnson a, a főszereplőnk, de ugye még azért a magánéletükben is, amiről talán most nem eltettünk annyira szót, még a magánéletünkben is egy kis betekintést is kapunk, úgyhogy tényleg így, hát de sokat akar markolni a film, és... De ja, vajon az, az oké? Nem, nem egy... amit te tudsz valamit arról, hogy az mennyire akkurátus, amit a magánéletükről látunk, mondjuk a Catherine férjéről, vagy valami ilyesmi? Azt én, én bevallom, annak nem néztem utána. Nem, azt én sem tudom, mert Eket a story szerint... egy özvegyként indul a igen, filmben. Igen, van, igen, igen. Van. És hogy ez például így igaz-e? Valószínűleg talán, a ekkorát nem mertek volna igen, A, múzni. a film, a film ja. végén most volt erre kapcsolatban valami kiírva, hogy amúgy még x évig éltek házasságban. A, de biztos, második biztons, férjével. Igen. Érdekes. Erről én sem találtam semmit, de hogyha valamelyik hallgatunk Catherine Johnson szakértő, akkor írja meg nekünk, hogy ez az információ mi szerint ő özvegy, volt-e, vagy sem. Valószínűleg az eredeti Ez könyvből igazán. például az tök jól kiderül, és meg annak a, a, címén meg egy, egy mondatot hadrugozzak, hogy az, hogy a Hidden Figures az angolul egy tök jó cím mert ugye ez két értelmű, mert a hidden figures az egyrészt azok a tizedes jegyek, amiket a kerelkítések után elhagysz, másrészt meg ugye itt rejtett karakterek, rejtett a a alakok, ugye utalva arra, hogy ők nem voltak a reflektorfényben, hanem ugye a háttérben, úgymond a pincében eldugva számolták a dolgokat, tehát ez egy tök jó. De magyarul az, hogy a számolás joga, hát sose értettem, hogy mi a túró az, hogy a számolás joga, hogy ez mire, ez, de igen, de mindegy, hát nehéz lett volna jó címet adni, mert az angol... Hát csak a rejtett a kok, az Persze, még egy igen, hát magyarul nem, nem így. Harar, fél, igen, túl, fél, hát, ott, <laughs> túl hát ugye ott nem jön ki a, a kettőssége ennek. A, tehát ez angolul igen, működik, igen. magyarul nem. Igen. Na hát köszönöm szépen akkor a kibeszélést. Ennyi lesz most a nem patreonáló lehallgatóink számára. Szeretnének megkérni titeket, hogyha van rá módotok, akkor lájkoljatok és iratkozatok fel, valamint patreonáljatok minket mert akkor még több műsort fogtok tudni hallgatni, meg még hosszabban. Expecto Patron. És hát ez win-win ez, ez mindenkinek. Viszont mai műsorunk a végéhez ért. Szeretném megköszönni a figyelmet minden kollégám nevében. A következő adásunk december 7-én lesz a Final Fantasy A Harc Szelleme című film kibeszélésével. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Orvát Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.